A Facebook Projekt 2015 nevet viselő művészeti program nem titkolt célja, hogy a kortárs fotográfia legkülönbözőbb eszközeivel szubjektív, mégis átfogó képet adjon Európa és elsősorban Magyarország fesztivál kultúrájáról. Mi úgy gondoltuk, hogy ezzel a technikával valami különleges megoldást nyújtunk arra, hogy mit mutatunk meg egy fesztiválból, illetve egy egészen különleges szelekciót tudunk bemutatni, mert a fesztiválokon általában mindig pillanatokat illik, vagy érdemes elkapni, koncertek, események. Mi úgy gondoltuk, hogy ha egy sötét háttér előtt leválasztjuk a fesztiválozókat, és ezzel a technikával kimerevítjük őket ebből az őrült valóságból, ami egy fesztivál Magyarországon, az valahogy többet mond el, vagy legalábbis más tud elmondani, mint a pillanatképek, amiket azonnal meg lehet osztani. Elég jól látjuk meg azokat a karaktereket, akiket szeretnénk lefotózni. Az első évben inkább arra fektettük a hangsúlyt, hogy különböző szubkultúrák képviselőit fotózzuk le, jellegzetes arcokat, mind öltözködésben, stílusban, valamilyen zenei vagy ideológiai hovatartozás alapján. A későbbiekben próbáltunk inkább egy teljesebb képet kapni a fesztiválok látogatóiról, így sokkal szívesebben fotóztunk már akár gyerekeket, vagy nagyon időseket, akik látszólag kilógnak ebből a közegből. A Csöpp Galériában Kádár Levente és Károlyi György fotóművészek tárlata március 16-án 18 órakor nyílik, és egészen április 19-éig látogatható. A helyszín ezúttal is a Fehérvári Civil Központ Csöpp Galéria. Mindezt már egy új kiadványban is megtekinthetik, melyeket támogatásból tudtak megjelentetni a szervezők. Ez egy forgatós kiadvány lett, tehát mindkét oldalról lehet olvasni, és a Facebook 2011-es projektje, ami ugye Kádár Levente, Károlyi Györgynek a munkája. Ez egy nagyon érdekes projekt, és igazából ezt próbáltuk meg kiadvány formájában kihozni, és a végeredményben a Fehérvári kulturális alprogram keretében nekünk végre sikerült ezt elérnünk.